Mondd el, hogyan csináltad? Hallod, én nem mondom el, baszakra. Papíron letervezted. Papíron leterveztem. Kitervezted, lerajzoltad. Lerajzoltam, kivágtam a formát. Rátettem finoman. Kifúrtam egy lukat. Föltettem egy csavart. Másik négy csavar. Ez föl egy csavarozva. Kifényesítettem. Van a csiszolókorongom. Lefújtam ilyen ezüstfestékkel, és ebből kész, vége, ennyi volt az egész. És most már nem lesz olajos a nadrágom. Most már nem lesz olajos a nadrágom, és berem bátnak ajánlom, legyártok bárkinek 5 euró árba, ha 2, akkor 1 euró kedvezmény, az 9 euró. De én szállítom, akkor 1 euró a fuvar, így az farom belül. A 100% jó fog járni. Jó fog járni. Köszönöm. És le van védve? Le van. Le van védve, és le van. Igen. Feri Company, no. Az levédette. Na de én. Megvan? Ne, az életben nem lesz olajos többet, senki nadrágja. Köszönöm. Most azért megmutatjuk, hogy mit is gyártottál. Most ezt fölteszél tényleg netre? Ha persze. Faszom, és ha forna szólok, hogy rajtam. Ezen, hát ilyet nem látottam. Ilyet a világ nem látott. Még egy ilyen bicikli, ilyen láncvírót nem találsz a faluba. Nem. Az biztos, hogy egy bicikli nem találsz. De nagyon eredeti. Az biztos. Az eredeti. Minőség. Ja, és még a széleit így behajlogattam, ezt nem mondtam, mindegy. Aha. Ez be van hajlogatva a széle azért, hogy... Ja, vissza van hajlítva. Vissza van hajlítva, mondom. Nehogy vágjon. De nem csak olajos lesz a nadrágod, de még... És a csavarokat honnan szedted? Az milyen? Hát a csavarok az egyszerű, 5-es vagy 6-os csavar. Ilyen is, olyan is. 5-es vagy 6-os csavar. De úgy, az hogy... a papír nem volt jó, amin kivágtad, mert látom, hogy elég. Nem. A papír volt a hibás szerintem. Jó lesz ez. Jó, hát. Le a kalappad. Ezek egy cseppet le kell reszelni, mert elég belakad a nadrágom. De legalább nem olajos. Vagy megfordítom iket. Akkor meg itt a... Nem, itt álljon az fejjel. Semmi. Jó van. Gratulálok. Szép munka. Ez eredeti, egyedi darab. Látom. Még egy ilyen nem találsz. Biztos.